Istentől és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva énekeljük a 188. éneket. Kicsoda a Szentlélek? Szentlélek a Szent Háromság harmadik tagja, akit az Atyával, a Fiúval egyaránt imád. Igen. Mivel indult a reformáció? 1517-ben Luther Márton kiszegezte 95 ételéből álló kiáltványát, a Wittenbergi Pártákok kapuja. Jól van, hogy ugye foglalj helyet. Mondd a Vivien következik. Vivien, mondd el, hogy ez van. Első, én az Úr vagyok, a Te Isten, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második,
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi azokhoz hasonlót, amelyek fenn az égben, vagy alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok, aki megmutatom az atyák védkét a fiakban, harmad és negyediziklen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezediziklen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert azt nem hagyja büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, hat napon át munkálkodj, végezz minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak szombatja, semmi dolgot ne tégy se magad, se lányod, se fiad, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmú, se barmat, se jövedényed, akik a kapuidon belül vannak, mert az Úr hat napon át teremti az eget, a földet, a tengert, és mindazt, ami azokban van, a hetedik napon pedig megmúlik. Ezért az Úr megáldá a szombat napját, és megszenteli a napját. Ötödik, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened árt eléged. Hatodik, ne ölj. Hetedik, ne haráználkodj. Nyolcadik, ne lopj. Kilencedik, ne tégy fel a barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Tizedik, ne kívánd fel a barátod házát, ne kívánd fel a barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fel a barátodért. Hogyan foglalja össze Jézus Krisztus a tíz parancsolatot a törvényszóban? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól van az egész törvény és a proféták. Mi néked életedben is valamiban egyetlen az, hogy mint testestől, mint lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magami, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elengedte, és az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért az ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljen. Hány dolgot tud meg eléget, hogy ebben a vigasztalásban boldog éljenek? Hármat. Először, hogy mi meg az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadítatom meg minden bűnöm és nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy mi nagy hálával tartozom Istennek a szabadításért. Igen. Miben van Jézus Krisztus mással bűnökés? Szent életével és átadásával tökéletesen eleget tett igazságának, és ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Jól van, idén foglalj helyet. Vörös Jenny felkövetkezik. Jenny, sorolt fel az Ószövetségét. Mózes írt ott könyvet, elsőt a teremtésről, másodikat a zsidók kijöveteléről, harmadikat Lévi nemzeti tisztjéről, negyediket a nép megszámlált rendjéről, ötödikbe tette a törvények mását, azután Józsué, Vagyon és a bírák, Rút könyve, Sámuel királyi krónikák, ezek két-két könyvben írták zsidók dolgát. Esdrás, Nehémiás, Eszter jósorára, következik Dávid 150 zsoltára. A bölcs álmoni példabeszédekre jön a prédikátor énekek éneke. Aztán Ezékiel, Dániel, Hóseás, Joel Ámos után Abdiás és Jónás, Mikeásról Náhum, Habakokra térünk, Sofóniás után Algaushoz érünk, már csak Zakariás, Malakiás jönnek, és ezzel vége az Ószövetség könyvének. No, te is felelőd a helyben verifikált első kérdés felett, hogy a minél életekben van egyetlen fő vigasztalásod. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki engem az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elevettett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esedik le a fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon, ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot tudunk a véget, hogy ebben a vigasztalásban hármat.
Először, hogy milyen legyen az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy mi módon szabadítatom meg a bűnömtől és nyomorúságomtól, harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki a megszabadításért. Igen. Mikor töltötte ki Isten az ő szent lelkét? Bünköstkor, húsvétkor, 3 nappal, áldozó csütörtök után 10 nappal. Jól van, hogy semmi foglalj helyet. Nagy Gréta. Első, én az Úr vagyok, a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonló azokhoz, amelyek fenn az égen, vagy amelyek alant a földön, a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltő szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiamban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolatimat megtartják. Harmadik, az Úrnak, a Te Istenednek nevét hiába felneved, mert azt az Úr nem hagyja büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik, megemlékezzél a szombat napról, s megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, s végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a Te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ők, se barmod, se jövevényed, se senki, aki a kapuidon belül van. Mert hat napon át teremti az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megbukovék. Ezért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé azt. Ötödik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön, amit az Úr, a Te Istened, te néked áll. Hatodik, ne ölj, hetedik, ne paráználkodj, nyolcadik, ne ölj, kilencedik, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, tizedik, ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, amiatt a fele barátodé. Törvényes úrral. Szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Egy-két parancsolatot függ az egész törvény és a próféták. Sorozd fel az új szövetséget. Akik Jézus Krisztus életét megírták, ezt a nevet kapták, hogy evangélisták. Márté, Márk, Lukács és János, ezek négyen legelől van helyük az új szövetségben. Majd az apostolok cselekedetéről, írott könyv szorhitünk elterjedéséről. A Pál leveleinek száma 13, s amint jönnek, rendre elszámlálom. Rómába írt egyet, kettőt Korintusba, Galatákhoz egyet, egyet Efézusba, egyet Filippibe, egyet Kolosséba, kettőt pedig küldött Tesszalonikába. Kettő levelet vett Timóteus számba, míg Titus Filemon, zsidók kaptak egyet, Jakab is írt egyet, Péter kettőt szerzett, hármat hagyott János, Judás egy részecskét, s végre János írta a jelenések könyvét. Nagyon jó, foglalj helyet. Miért is látszik? Mi az evangélium lényege? Jannak 3.18. Úgy szerette Isten a világot, hogy ő az ő elcsődő fiát adta, hogy valaki is meg benne, elkövessen, hanem örök élete legyen. Igen. Hogyan foglalja össze Jézus Krisztus az ő 10 parancsolatot? Szeretj az Urat, a Te Istened, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első is nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd vele barátodat, mint magadat. A két parancsolat. Így van. Hogyan szeretett a mi Úr Jézus Krisztus a Szent Keresztséget? Igen, adott minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért teljesen tanítványokká minden népeket megkeresztelni őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam népeket. Íme én ti veletek vagyok a világ, minden napon a világ bűnjövetéjében. Igen. Mi a konfirmáció? A konfirmáció hitünk megerősítése a Szentlélek által. Ő miért akarsz konfirmálni? Konfirmálni azért akarok, hogy magamra vegyem azt a fogadalmat, amit a megkeresztelésemkor szüleim és keresztüleim helyett tettek be. Igen. Mi a reformáció lényege? Hogy egyedül a Szent Lélek fogadjuk el, hogy tudjuk is életünk gyűlöletét. Jól van. Foglalj helyet.
vannak érzők életkezik, ők somolózzál az új szövetség könyvben. Akik Jézus Krisztus életét megírták, ezt a nevet kapták, hogy evangélisták. Máté, Márk, Lukács és János, ezek négyen legelőbb van helyük az új szövetségben. Majd az apostolok cselekedetéről írott könyv szólhatunk elterjedéséről. Pál leveleinek száma 13, és amint következnek, rendre elszámlálom. Rómába írt egyet, kettőt Korintusba, Galatákhoz egyet, egyet Efézusba, egyet Filippibe, egyet Kolosséba, kettőt pedig küldött Tesszalonikába. Két levelet vett Timoteus számba, Jakab is írt egyet, Titus, Filemon zsidó kaptak egyet, Jakab is írt egyet, Péter kettőt szerzett, hármat hagyott János, Júdás egy részecskét, és végre János megírt a jelenések könyvét. Így van, mondd el, hogy ez parancsol. Első, én az Úr vagyok, a te Istened, kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából, ne legyenek én előttem idegen istenei. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót ahhoz, amelyek alatt a földön, fenn az égben, a tengerben, vagy a föld alatt van. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, ki megüntetem az atyák létkét a fiakban, harmad és negyed ízikben, de viszont irgalmasságot cselekszem azokkal, ezer ízikben, akik engem gyűlölnek, az én parancsaimat megtartják. Az Úrtól vettem mindazt, amit most nektek is előttök beadtam, hogy azon az éjszakai, melyen az Úr Jézus elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte azt, ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, miután megvacsorált volna, ezt mondotta. A pohár az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valahányszor iszátok a pohárt. Mert valahányszor eszitek el kenyeret és iszátok a pohárt, az Úr halálát hirdesétek, amíg eljövem. Hogyan nevezzük Jézus Krisztus követőit? Jézus Krisztus követőit keresztényeknek, ez a görög szó jelentése pedig Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Igen. Mi a különös kijelentés? A különös kijelentés Isten igéje megtestesült formában Jézus Krisztusban, írott formában pedig a Bibliában jelenik meg. Igen. A hit és a tudás nem ellentétek? Nem ellentétek, mert a hitnek a hitetlenség, a tudásnak pedig a tudatlanság az ellentétje. Nagyon jó, foglalj helyet. Nagyon felkövetkezik. Rafael, mondd el, hogyan szerezte a mindunk Jézus Krisztus a Szent Keresztül. Nékem adatok, minden hatalom menjen és böltön, elmenvén azért tegyetek tanítványukkal minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jó. Sorolt feltelés az új szentség. Akik Jézus Krisztus életét megírták, ezt a nevet kapták, hogy evangélisták. Máté, Márk, Lukács és János, ezek négyen legelőbb van a helyük az új szövetségben. Majd az apostolok cselekedetéről írott könyv szólítunk elterjedésére. Pál levelének száma 13, és amint jönnek, rendre elszámolom. Rómába írt egyet, kettőt Korintusba, Galatákhoz egyet, egyet Efézusba, Filippibe egyet, egyet Kolosséba, kettő levelet Tesszalonikába, kettő levelet a Timoteuszába, meg Titus, Filemon zsidó kaptak egyet, Jakab írt egyet, Péter kettőt szerzett, hármat adott János, Júdás egy részecskét, Péter János megírta a jelenések könyvét. Nagyon jó. Hány sákramentumot szerzett Jézus Krisztus? Kettőt, a keresztséget és az évacsorát. Melyek keresztjén ünnepelünk? Hát a legfőbb keresztjén ünnepelünk. Karácsony, Jézus születése, virágvasárnap, Jézus bevonult Jeruzsálembe, nagypéntek, Jézus halálának napja, húsvét, Jézus feltámadásának napja, Jézus csütörtök, Jézus menetelének napja, bűnkörst, Szentlélek kitöltetésének napja, október 31-e a reformáció ünnepe. Így van. Mi a reformáció melyik állához tartozik? A reformáció Kálvin állához tartozik. Jól van, foglalj helyet. Erdei János. János, mondd el az apostolok felé. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, itt fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
felment a mennybe, most ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testfeltámadását és az örök életet. Ámen. Sorolta az Istenség. Akik Jézus Krisztus életét megadták, ezt a nevet kapták, hogy evangélisták. Máté, Márk, Lukács és János, ezek négyen legelőbb van helyük az Új Szövetségben. Az apostolok cselekedetéről, írott könyv szó hitünk elterjedéséről, Pál leveinek száma 13, semmit következnek rendre elszámolni. Rómában itt egyet, kettőt Korintusba, Galatákhoz egyet, egyet Efézusba, egyet Filippibe, egyet Kolosséba, kettőt pedig külön Tesszalonikába. Kettő levelet vett Timóteus számba, még Titus Filemon zsidók kaptak egyet, Jakab is írt egyet, Péter kettőt szerzett, hármat hagyott János, Júdás egy részecskét, végre János írta a jelenések könyvét. Igen, mondd el, hogy is van. Első, én az Úr vagyok a teljesen, kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából, ne elkezdjük téged idegen Isten idén előttem. Második, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy alatt a földön, vagy a tengerekben a föld alatt vannak. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik, az Úrnak a Teistennek nevét hiába felnevel, mert nem hagyja az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik, megemlékezzél szombatnapról, és megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak szombatja, semmit ne tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgál leányod, se ökröd, se jöveményed, és senki, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtél az Úr az eget, a földet, a tengert és minden, ami azokban van, hetedik napon pedig megnyugovél, ezért megáld a szombat napját és megszentelé azt. Ötödik, tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened te néked át. Hatodik, ne ölj, hetedik, ne parázmálkodjál, nyolcadik, ne lopj, kilencedik, ne tégy a te felbarátod ellen hamis tanúbizonyság, tizedik, ne kíván a te felbarátodnak házat, ne kíván a te felbarátodnak feleségét, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami a te felbarátod. Milyen vallás vagy? Én református keresztény vallás vagyok. Mi a Biblia? A Biblia szent könyvek gyűjteménye, amely arról tesz bizonyságot, amit Isten szólt és tette az ember üdvösségére és javára. Igen, hány fő részből áll a Biblia? A Biblia két fő részből áll, az Ószövetségből és az Új Szövetségből. Mennyi könyvet tartalmaz? Az Ószövetség 39 könyvet, az Új Szövetség 27 könyvet, így a teljes Szentírás 66 könyvből áll. Igen. Melyek a bizonyítékai Jézus Krisztus feltámadás? Az üres sír, megváltó különböző jelei és a tanítványok megváltozott élete. Jól van, foglalj helyet. Itt kérdésekre tudnak ezek a gyerekek megválaszolni, hanem becsülettel megtanulták ezeket a hosszú, nehéz kérdéseket is, ami bizony komoly teljesítmény, és adja meg a mindenható Isten, hogy mindez a tudás, mindez az ismeret, ami most bennetek van a szívetekben, az elmétekben, ez gyümölcsözzön majd a későbbiekben és a mindennapi életetek során, hogy mindenkor igazodni tudjatok az Isten törvényéhez. Bizonságot tettetek a ti ismereteitekről, most álljatok fel, és tegyetek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt, hitetekről, és tegyetek fogadalmat, kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,
mi úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan fog eljönni, ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ígérem és fogadom. Tegyetek bizonyságot hitetekről, és feleljetek a Heidelbergi KT első kérdésére, micsoda tényleg életetekben és halálatokban egyetlen igazolás. Az, hogy mi mind testtől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért a Szent Lelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Gondozokat őre állássétek, mert néki gondja van rá. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Isten. Én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítem. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett és megmenti őket. Aki az Urat féli, annak erős oltalma van. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyit. Én, mint az Úr Jézus Krisztusnak és Anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló és úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítva titeket, a Szent Háromság, Isten és az ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Most pedig énekeljük el a konfirmáltak énekét, szent hitünkről vallást tettünk. Szent hitünkről vallást tettünk, te hallottad, jó atyánk, engedd mindig azt követnünk, amit itt most fogadunk. Jézus, amivel élünk, példája szerint élünk, így élünk, így jutunk végre, örök élet üdvösségre. Sorsunk boldog vagy mostóha, ez a szent hit lesz velünk, ellen felejtjük nem soha. Itt a mit nagy mesterünk, amit Jézussal hallunk, abban élünk és halunk, rátekintünk máshová
Isten úgy áldjon meg, ámen. Hatalmas Isten, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy bünkösd a szép ünnepén, ifjú testvéreink bizonyságot tehettek és fogadalmat tehettek a te színed elé. Hatalmas Isten, könyörgünk hozzá, hogy add a te szent lelkedet, és a te szent lelkeddel pecsételd el őket a te szolgálatodra, légy segítségül nékik életük minden idejében, hogy oltalmad isteni szereteted, igédnek tisztasága és világossága áthassa őket szüntelen, és hűséggel járják az ő életútjukat, hogy valóban élőhitű, boldog keresztényekként tudják teljesíteni küldetésüket ebben a világban. Hatalmas Istenünk, könyörgünk hozzád azért, légy mindenkoron segítségül nékik, és áld meg őket, szereteteddel maradj velük szüntelen, és adj nékik növekedést az élő hitben. Kérünk, mennyei Atyánk, Szent Fiad Jézus Krisztusunk érdemért, hallgass meg imáinkat. Ámen. Ami további segítségünk jöjjön az örökkévaló Istentől. Testvéreim, hallgassák meg, miként szerzett hallgatunk Jézus Krisztus az Úriszent vacsorát, amiként ez megint a található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljövem. Gyertek testvéreim, tegyünk vallást a bűneinkről a következő képben. Hatalmas Isten, színed előtt megvalljuk, hogy sokszor, akarva, akaratlanul is, de vétkeztünk és vétkezünk ellened, isteni szentséget, tisztaságot, törvényei és embertársaink ellen. El sem tudnánk sorolni bűneinket és tévedéseinket, de te ismersz minket, és mi is tudjuk, hogy hatalmas Isten vagy, aki nem arra törekszel, hogy megbüntess, hanem arra, hogy szent lelkeddel újjászülj és kegyelmedbe fogadj minket. Urunk, bocsáss meg nékünk elkövetett bűneinket, és bocsáss meg nékünk mulasztásaink tömkelegét is, amelyek rendszerint abból következnek, hogy nem járunk a te szent lelked vezetése szerint, és nem vesszük észre a számunkra rendelt és a számunkra elkészített jó cselekedetek lehetőségét. Hatalmas Isten, könyörülj rajtunk kegyelmeddel, és arra kérünk, hogy a te szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak érdemért, az ő megtöretett szent testének és kiontott drága vérének érdemért, kegyelmez nekünk, irgalmaz nekünk, add bűneink bocsánatát. Amen. Megvallottuk bűneinket, valljuk meg most a mi keresztény hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállott alá a poklokra, harmadnapon halottakból feltámadott, felméne mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan észen eljövendő ítélni eleveneket és sőt. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen.
Isten jelenlétében megvalljátok-e, hogy az ő isteni mértéke szerint büntetést, halált és karzatot érdemlő bűnösök lennétek, ha rajtatok meg nem könyörülne. Megvallom. Hiszitek-e, hogy Isten könyörülő kegyelme megjelent Jézusban, aki az ő kereszthalála és feltámadása által örök életet szerzett a benne hívőknek? Hiszen. Ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért úgy adtok hálát, hogy megváltott emberekként az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ígéritek.
kérünk, hogy bennünk ez a kegyelem hiába valóvá ne váljék, hanem igyekezzünk figyelni az ő lelkének vezetésére, hogy az üdvösség útján járva egykoron majd célba érkezhessünk. Imádkozunk most ezért. Hatalmas Isten, áldunk, magasztalunk téged, hogy az úrvacsora szent jegyeiben is hirdettetik számunkra a kegyelmet. Mi a te megtöretett szent testednek, kiontott drága vérednek érdemében, szabadító kegyelmedben részesítettél bennünket. Köszönjük néked ezt és kérünk, maradj velünk kegyelmedben. Ne vondd meg tőlünk szent lelkednek ajándékát, és munkáld bennünk a készséget, hogy meg ne szomorítsuk a te lelkedet. Urunk, maradj velünk kegyelmedben, kérünk, Krisztusunk érdemért hallgass meg imánkat. Amen. Az örökkévaló Isten áldjon és szenteljen meg titeket az ő kegyelmével, szeretetével és szent lelkével. Amen. Most még kiosztom a konfirmációi emléklapokat, addig ki lehet keresni a 447. éneket, a 447. éneket. Thank you.